Három győztes bajnoki meccset követően fogadta a 100%-os mérleggel érkező Győrt a Kisvárda. A vendégek már az első percekben tudatosították, hogy megszakad a hazai sorozat, 6 perc után 5-0-ra, negyed órát követően 11-3-ra vezetett Danyi Gábor együttese. A szünetre 5-15-ös állásnál vonulhattak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játékképe, a győriek nem vettek vissza a tempóból, sorra vezették a gyors támadásokat, a 45. percre 20 gólosra nőtt az előnyük. Az utolsó negyed órában tovább nyílt az olló a két csapat között, és végül 26 gólos különbséggel hozta számára kötelező győzelmet a bajnoki címvédő győri együttes. Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, megtisztelve a hazai csapatot, mint általában tesszük egyébként mindenkivel. Nagyon szigorú és nagyon jó védekezést tudtunk az elejétől kezdve, azt gondolom talán ma, nem csak az első fél időben, mint legutóbb Mosó-Magyaróváron 60 percen keresztül, hozzátéve, hogy mindkét kapus pluszban még hozzá tudott tenni ez a nagyon kemény és nagyon szigorú védekezéshez, és ebből játszottuk azt, amit mi tudunk, illetve ami jellemző ránk, ha lehetőségünk van nagyon gyorsan befejezni a támadást, ha pedig a pozíciós játékban is a második, harmadik átadás után van lehetőségünk, akkor azt felvállaljuk. Ma ez így sikerült, hozzáteszem, hogy messze nincs ekkora különbség a két csapat között. A hazaiak edzője Bakó Botond mind játékban, mind a gólok számát tekintve többet várt csapatától. Csalódottak lehetünk, hiszen lehet, hogy a Győrrel lejátszottunk, de azt gondolom, hogy ma csalódást keltően kézlabdáztunk, támadásban teljesen hiányzott a kreativitás, az átütő erő, a sebesség. Az előző fordulókban nyertünk mérkőzéseket, és abban bíztam, hogy egy picit lendületesebben és felszabadultabban próbálunk megjátszani a Győr ellen. Ezt nem tudtuk megvalósítani. Máté Fidalma 10 győri lövést védett a mérkőzésen. A kisvárdai kapus szerint sem hátul, sem elő nem tudtak mit kezdeni a vendégek játékával. Sajnos védekezésben és támadásban sem találtuk az ellenszert. Ez volt egy pozitív periódus az első fél időben, de utána sajnos papírforma szerint alakult, de nem lehetünk elégedettek, és ez nem nagyon lesz elég a következő fordulókra. A tabella élén a Győr áll 14 mérkőzésen szerzett 28 ponttal, megelőzve a 13 meccsen 24 pontot gyűjtő Ferencvárost. A 12 pontos Kisvárda a 8. helyen várja pénteki debreceni vendégjátékát.